Ez a Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabinetiroda új épülete. 63 évig a szabadalmi hivatal székháza volt. Amikor felállították a kabinetirodát, a kormány azt ígérte, sem a költözés, sem a minisztérium fenntartása nem kerül majd plusz pénzbe. Mindent a miniszterelnökség költségvetéséből fedeznek. A világgazdaság információi szerint szerdán mégis 2,4 milliárd forintot csoportosított át a kormánya miniszterelnöki kabinetiroda működésének fedezetére. Döntöttek arról is, hogy 5,3 milliárdot adnak az állami kézbe vett kéménseprő ellátásra, 3,5 milliárdot kap a Nemzeti Lovarda, és 3,3 milliárdot adnak az olimpiai pályázatra. A pénzt részben az idei költségvetés tartalékából fedezték, így február közepére elköltötték a tartalék egyötödét. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ezzel nincs baj, csak az időarányos részt költötték el. Az elmúlt években rosszabbul álltak assza. A VS.hu összeállítása szerint a tervezett olimpiára már eddig is sokat költött az ország. Ha az ötlet már 2001-ben az első Orbán kormány alatt is felmerült, akkor 400 millió forintért készült tanulmány arról, hogyan lehetne megvalósítani 2012-ben. Később egy civil szervezet kampányolt az olimpia mellett, és a fővárosi önkormányzat is támogatta. Akkor már a 2020-as olimpiáról szóltak a tervek. 2010-ig összesen 1 milliárd 100 millió forintot költöttek a tervezgetésre. 2010 óta az Orbán kormány csak nem 2 milliárdot fordított az előkészítő dokumentációkra és a 2024-es pályázatra. belül Az, általunk megkérdezett sportközgazdás szerint ez nem feltétlenül kidobott pénz ez gyakorlatilag egy ilyen országnyi más kampánynak felfogható. Tehát valóban azért az ország elismertségét, hitelességét, az javítja, hogyha egy ilyen projektben részt leszünk. Gondoljunk csak arra, hogy ugye Los Angeles-szel, Rómával, Párizsal emlegetik egy lapon Budapestet. Az LMP szerint azonban egy fillért sem kellene költeni az olimpiára. Ez az adóbevételeknek az átcsoportosítását jelenti, tehát azt jelenti, hogy nem az egészségügyre költenek, hanem az olimpiára, hogy nem az oktatásra költenek, hanem az olimpiára. Jól látható, hogy a Fidesznek kizárólag a saját propaganda gépezetének a működtetése a célja. Hogy a négy pályázó városból melyik nyerje a rendezés jogát, 2017 őszén derül ki a Perui Limában.